Áldjon meg az Úr ezeket a bűnünket, amelyeket a kölcsönös szeretet és hűséggel írunk. Most egymás ujjára köszönöm. Csókoljátok meg a hűséggel, egymás ujjára, és mondjátok. Testvérei, amikának és mentes szintén, és arra szakel áldásával az igazgatásunk. A Szent Háromság egyisten tartsa meg őket, szilárd egységben, és élet magad a Szent közösségben, valós Krisztus lépéje a lég szívőben, és töltsen el mindazokat, akik hajlékukra lépnek, hallgass meg. A Szentlélek egyesítse szívüket, a tiszta szeretet, hogy segítségével jóságosan támogassam azokat, akiket a házasság szentségével gazdagítottak. Szent Isten, Teivel a semmiből megteremtette a világot, majd miután a Tudásség alapjait lerakta, és Isten képcsúcsra megalkottad az embert, a férfinak, elválasztalatlan segítő társul adta az asszony, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek. És így arra tanítasz minket, hogy már nem szabad szétválasztani többé, amit akaratod egy megalkotod. A hitvesi köteléknek is te szent és fenséges értelmet adtál, és úgy akartod, hogy a házastársi szövetség Krisztusnak és egyháznak titokzatos kapcsolatát jelezzen. Az asszony a férfi mellé terendelni és erre a legjobb